Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Június 14-e szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Eseménydús tanévet zárt az ország egyik legnagyobb tankerülete, a Győri Tankerület. Ünnepélyes tanévzáró ünnepségen adták át az év tanára, tanítója és dolgozója díjakat. Kísérleti jelleggel első alkalommal végeztek drónnal szúnyoggyérítést Magyarországon. A szerkezet a rába töltésén szállt fel, és szórt ki biológiai vegyszert a vizes területeken elszaporodott lárvákra. Látványos és mozgalmas gyereknapi programot szervezett alsósainak a Kölcsey Ferenc Általános Iskola. A tanév végén jó egy kicsit kifújni a gőzt, ennek jegyében telt a szerda az intézményben. A nevelő munka, amit a tankerület pedagógusai végeznek, maga a csoda. Sok erőt és kitartást kívánok ennek az elkötelezett munkának a folytatásához. Ezt mondta a Győri Tankerület hagyományos tanévzáró ünnepségén a Győr-Moson-Sopron vármegyei főispán. Széles Sándor szerint a tanítóknak és a tanároknak köszönhető, hogy ilyen sok versenyképes fiatal kerül ki az iskolákból. A tankerületi évzárón átadták a kiváló pedagógus életmű, az év tanára és tanítója, valamint az év dolgozója díjakat is az arra érdemeseknek. A himnuszt éneklik a Győri Tankerület tanévzáró ünnepségén. Idén is az egykori zsinagógában zárták a 2022-23-as iskolai évet a szakemberek, akiknek munkáját a tankerületi igazgató értékelte beszédében. Nagy Adél kiemelte, a sok siker mellett a biztonságos háttér is ugyanolyan fontos, amit az oktatáshoz biztosítanak a 65 fenntartott iskolában. A Győri Tankerületi Központ az ország egyik legnagyobb tankerülete. Bármely mutatószámot tekintve, s az általa fenntartott 65 intézmény térségi, országos, sőt nemzetközi megmérettetéseken kimagasló eredményekkel bír. És valóban szépen csillog az arany, a számszerűsíthető jó eredmények mindig büszkeséggel töltenek el bennünket. De a versenyeredményeken túl és azok mellett mi nagy öröm mindannyiunk számára, hogy iskoláink nap mint nap biztos hátteret, nyugalmat, kiegyensúlyozott szakmai munkát és féltő, óvó, nevelő környezetet nyújtanak a családoknak. Családok ezreinek, több mint 20 000 diákunknak. A vármegyei főispán is elismerően szólt a pedagógusok munkájáról, tette ezt úgy, hogy neki valójában van tapasztalata, hiszen családjában rengeteg a tanár. Széles Sándor azt kívánta a tanároknak és a tanítóknak, tartsanak ki, mert munkájuk nélkül nem létezik versenyképes ifjúság. Csak azt tudom kívánni, hogy folytassák, és ne adják fel. De miért is folytassák? De miért is ne adják fel? De miért is tartsanak ki? Ki mellett tartsanak ki? Miért és kiért is áldozzák fel az egészségüket és az idegrendszerüket? Ha ezeket a kérdéseket felteszik önmaguknak és a környezetüknek, igazuk van és joggal várnak válaszokat. De ezeket a válaszokat és megalapozott válaszokat csak közösen, bevonva a szülőket, a helyi társadalmi döntéshozókat, adhatunk nyíltan és jól. Az évzáró ünnepségen adták át a pedagógus életműdíjakat, az év tanára, az év tanítója és az év dolgozója elismeréseket, valamint okleveleket is az arra érdemes kollégáknak. Jó néhány győri szakember is kitüntetést kapott, nekik a rendezvényen a várost képviselő dr. Perger Elza alpolgármester külön is gratulált. Kísérleti jelleggel első alkalommal végeztek drónnal szúnyoggyérítést Magyarországon. A mezőgazdasági drón szerda délelőtt Győrben a rába melletti töltésen szállt fel. A repülő eszköz biológiai vegyszert szórt ki a vizes területeken elszaporodott lárvákra. A szakemberek szerint ezzel a módszerrel még hatékonyabban és olcsóbban is lehet elvégezni a szúnyoggyérítést. Április végén már megkezdődött a vizes területeken a szúnyoggyérítés Győr környékén. A szakemberek munkáját segíti egy olyan térkép, amelyen szerepelnek azok a gócpontok, ahol el kell végezni a biológiai beavatkozást. A térképet minden évben frissítik, az adatok alapján idén nem könnyű védekezni a vérszívók ellen.
annak ellenére, hogy jelentős áradás nem vonult le sem a Rábán, sem a Dunán, tehát tulajdonképpen ez a kisebb áradás, ami volt, annak az eredménye és a sok csapadéknak, ami kialakult az idei esztendőbe. Azt kell, hogy mondjam, hogy most jelentős nyomás van, tehát ez azt jelenti, hogy jelentős mértékben kikeltek a lárva tenyészőhelyekről a szúnyogimágok, ami ellen kémiai úton ki kell egészíteni a biológiai védekezést. A Győr szól minden lehetséges módszert bevet a szúnyogok ellen, most egy olyan technológiát alkalmaznak, ami Magyarországon egyedülálló. Most viszont nyílt lehetőségünk arra, hogy az ABZ drónnal közösen beadtunk egy engedélykérelmet Magyarországon elsőként arra, hogy drónnal juttassuk ki ezt a szert ebbe a vizekbe. Ez ugyanolyan pontos, mint ahogy mi a földről sétálunk, viszont időben sokkal gyorsabb, illetve ő bejut azokra a területekre is, ahova mi nehézkesen tudnánk bejutni. A Rába melletti területeken lényegesen olcsóbb és hatékonyabb ez a módszer. Amikor elszórtan vannak ezek a területek, illetve korlátozódik pár száz hektár a foltokra, olyankor a drón sokkal jobb megoldást nyújt, hiszen lehet monitorozni a területet, kijelölni a térképen, hogy melyek a vizes részek, és a drón csak és kizárólag azokra a helyekre fogja beszórni a szükséges irtószert. A felszállás komoly előkészületeket igényel, és a repülési tervet is pontosan meg kell határozni, hiszen a környéken lévő objektumokat nem lehet veszélyeztetni. A biológiai anyag a tartályba kerül, és már repülhet is a drón. Alapvetően ez a DJI T30-as permetező drón, tehát az alap felhasználási módja az folyékony anyag kiuttatás, de létezik egy olyan felszereltség, amivel szilárd anyag kiuttatásra is képes. Ilyenkor egy kicsit szűkebb szórás szélességgel kell számolni, tehát nagyjából ilyen 5 méteres szórás szélességet tudunk elérni sík területen. Ezzel a drón, ezzel a tartállyal, amivel fel van szerelve, nagyjából 40 kg-nyi anyagot tud a fedélzetén vinni, és azt tudja kiuttatni a célterület fölé. Olyan pontossággal is, amilyen pontossággal egy permetezési tervet meg tudunk tervezni, teljesen automatikusan. Amennyiben a kísérleti jellegű drónos szúnyoggyérítés eredményesnek bizonyul, akkor a jövőben ezt az eljárást rendszeresíthetik Magyarországon. Kedd délután tartották a 11. Kantarosz Gála adományainak átadó ünnepségét, a borárveréssel és jótékonysággal egybekötött gálát 11 éve hozták létre, hogy támogatni tudják a különböző alapítványokat és magánszemélyeket. Idén a bevétel 23 millió forint volt, ami rekordnak számít a rendezvény történetében, ezt 18 szervezet és magánszemély között osztották szét. A pályázók emléklapot is kaptak az eseményen, a szervezők pedig bíznak benne, hogy jövőre ismét rekordot döntenek majd a jótékony célok. Az alapítványok képviselői és magánszemélyek foglaltak helyet a Kantarosz pincében a belvárosban. Kedd délután ünnepélyes keretek között adták át a pályázóknak az emléklapokat. Idén áprilisban volt a 11. Kantarosz Gála, amely egy borárveréssel egybekötött jótékonyást, melynek célja a rászoruló szervezetek és személyek segítése. Nagyon egyszerű a dolgom, hiszen azt kell büszkén kijelentenem, hogy minden évben emelkedett a bevétel, ezáltal a lehetőség is emelkedett ahhoz, hogy minél több pályázatot tudjunk nyertesként kihirdetni. A pályázók, akik nyertek, 18-an vannak. A 18 pályázó már megkapta a számlájára azt a pénzt, amit a megítélt neki a kuratórium, viszont az ünnepélyessége egy oklevél, adományozó levél átadásának most jött el az ideje, ezt ünnepeljük most, és most valósítjuk meg. Tagai István az eddig szervezett gálák kapcsán elmondta, hogy a 11 év alatt összesen 111 millió forintot tudtak szétosztani, idén pedig a rekordbevételnek köszönhetően 23 millió forintot gyűjtöttek. Most már a gála zárása után egyértelműen mutatjuk, hogy sikerült. Nem volt egyszerű, ugye 2020-ban a Covid-járvány a már majdnem kész gálát leállította, és azért kíváncsiak voltunk, meg azért izgultunk, hogy ez az elmúlt 3 évet hogy tudjuk ugyanott folytatni, ahol elkezdtük. De sikerült. Sikerült, mert nagy volt az összefogás, több szervezet állt össze, és az azt jelentette, hogy hihetetlen összefogással. A Kantarosz Gála az gyakorlatilag a kuratóriumnak az a feladata, hogy
segíti a gálát, azon kívül a gálának a jogi, meg a gazdasági hátterét adja, plusz a két gála között a beérkezett támogatásokat. Most képzelj el, 16 támogatóval, 11 licitálóval, 16 támogatottal kellett szerződést kötni. De szerencsére a pénzek beérkeztek, és mindenki megkapta. És most már mindenkinek azt kívánom, hogy eredményesen a céljak elérésébe használják föl. A főtámogató szerint nagyon fontos, hogy a pénz azokhoz jusson el, akiknek valóban szükségük van rá. Egy nagyon erős pontja a Kártnet ZRT-nek a Győr városa márkakereskedésekkel, és így nagyon sok információ keletkezik arról, hogy kinek milyen támogatásra van szüksége. Ezek a szociális helyzetek mindig-mindig megmozgatják a vezetőségnek a véleményét és a döntéseit segítik, és ebben az esetben évek hosszú sora után úgy döntött, hogy hajlandók vagyunk támogatni a gálát. Idén támogatásban, ezáltal pedig oklevélben is részesült a többi között a Babamama Egyesület, a Lurkó Alapítvány, a Kossuth Iskola és a Gyermekjóléti Központ is. Győrben is bőséges lesz a programkínálat a múzeumok éjszakáján június 24-én szombaton. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 9 épületében 150 program várja az érdeklődőket, köztük 15 előadás, 17 tárlatvezetés és 4 koncert. A keddi eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Székely Zoltán, az intézmény igazgatója kiemelte, az események ezúttal is az állandó és időszaki kiállítások köré szerveződnek. A Széchenyi téren tartotta az idei múzeumok éjszakájának sajtótájékoztatóját a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója és az intézmény munkatársa. Talán a legizgalmasabb esemény az Eszterházi palotában látható Kávbolyok és indiánok című kiállításhoz kapcsolódik, és azért, hogy a western hangulat ránk ragadjon, a kávbolyok táncra is perdültek. Bár a programok ezúttal is az állandó és időszaki kiállítások köré szerveződnek, lesznek egyedi tárlatok nem mindennapi témákkal. A Borsos házban egy egészen különleges tárlatot lehet majd látni, amely az amulettől a szenes vízig, sötét varázslatok kivédése és egyéb mágikus gyakorlatok emlékei a Kisalföldön címet viseli, és amely hosszú címe ellenére egy rendkívül izgalmas világba vezet be minket, ez pedig a mágia, a sötét varázslatok, illetve ezek elhárítására szolgáló praktikák világa. Minden évben egy tematika alapján állnak össze a programok, így lesz ez idén is. Trendben vagyunk, ez 2023 mottója. A trendben vagyunk tematika felöleli azt, hogy próbáljunk meg egy kicsit többet mutatni abból, ami egyébként már így is, a mi 9 nyitvatartó kiállító terünkben nagyon-nagyon gazdagon a látogatók elé tárulhat. Próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni az emberekhez azokat a tartalmakat, azokat a kincseket, értékeket, amelyekhez nem biztos, hogy a mindennapokban oly közel szeretnének lenni, de egy kicsit más módon ezen a varázslatos éjszakán mégis közelebb kerülhetnek hozzá. A tájékozódást egy kiadvány segíti, ebből pontosan kiderül, hogy a programok hol és mikor lesznek. 9 épületben 150 esemény várja az érdeklődőket, köztük 15 előadás, 17 tárlatvezetés és 4 koncert. Látványos és mozgalmas gyereknapi programokat szervezett alsósainak a Győri Kölcsei Ferenc Általános Iskola. Az intézményben szerdán egész nap színes programok várták a kisdiákokat, miközben a felsősök projektnap keretében a város nevezetességeivel ismerkedtek. A Kölcsei igazgatója azt mondja, a tanév végeztével jó lesz kicsit kifújni a gőzt, ennek jegyében telt a szerdai nap is, aztán pedig jöhet a várva várt nyári szünet. Zenés bemelegítő a Kölcsei iskola udvarán a teljes alsó tagozat felsorakozott, hogy együtt táncoljon és hangolódjon a látványos és mozgalmas gyereknapra.
Korábban a programot mindig a győrújbaráti gyermektáborban tartották, most azonban úgy döntöttek, saját intézményükben is képesek megrendezni a nagyszabású programot. A mai nap mindenképp arról szól, hogy szeretnénk lezárni az évet, és játékos feladatokkal kiengedni a gőzt, mondhatjuk így. Az alsó tagozaton a diáknak kapcsán a tanítónéni készültek rengeteg feladattal. Kezdtük a napot egy táncos bemelegítővel, bűvész fog jönni, óriás csúszda lesz. A sorversenyeken menetlevelet töltenek ki a gyerekek, és pontokat gyűjtenek, és a nap végén nyilván díjazzuk a legügyesebbeket meglepetés ajándékokkal, illetve csokoládéval. Sorverseny az iskola tornatermében, ez a program is népszerű volt a diákok körében, legalábbis a felvételeken ez látszik. Miközben az alsósok az iskolában gyereknapoztak, a felsősök sem unatkoztak szerdán, ők Győr nevezetességeivel ismerkedtek. A felsősök a mai napon projektnapon vesznek részt. Ezen a napon 12 helyszínen ismerkedhetnek meg Győr nevezetességeivel. Minden helyszínen feladatokat töltenek ki, és pontokat gyűjtenek. A nap végén pedig díjazzuk a nyertes csapatokat csokoládé jutalommal, illetve ajándékokkal. Már csak két nap és vége a 2022-2023-as tanévnek, ami sok munkát és élményt hozott a diákság, de tanáraik számára is. Az igazgató szerint mindenkire ráfér majd egy nagyobbat szusszanni a dolgos hónapok után. Azt tudom mondani erről a tanévről, hogy nagyon izgalmas volt, mozgalmas, és most azt látom a gyermekeken, kollégákon, hogy nagyon elfáradtak. És nagy szüksége lesz mindenkire a nyárra, hogy tényleg felhőtlenül tölthesse a szabadidejét, és feltöltekezzen a következő tanévre. A Kölcsei Alsós Gyerek Napján a részvétel volt a fontos, de a gyerekek közben pontokat is gyűjthettek, a legtöbb pontot szerzők pedig a nap végén meglepetés ajándékokat kaptak. Szeptember 3-án vasárnap idén is lesz Tacsi Tali Győrben. Varga Zsófia főszervező a nagy sikerre való tekintettel úgy döntött, a tavalyi után idén is megszervezik az apró négylábúak találkozóját, ami a hagyományokhoz híven a tacskók felvonulásával kezdődik az aranypart töltésén. Ezt követően állatorvosokkal is lehet majd beszélgetni, de lesznek nagyértékű tombolák is. Idén nem szükséges regisztrálni, a belépő azonban fejenként 1500 forint lesz, a teljes bevételt pedig a Noé állatotthonnak ajánlják fel. Több száz tacskó és gazdái lepték el az Aranypart 2-t tavaly szeptemberben. Ekkor tartották az első győri Tacsi Talit, melyet a nagy sikerre való tekintettel idén is megszerveznek. A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeptember első hétvégén kerül sor Győrben az Aranyparton a Tacsi Talira, ahova idén is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Tavaly felszerettük volna mérni az igényt, hogy vajon hányan vagyunk mi tacskós gazdák, és emlékszem arra, hogy az elvárásainkat ez nagyon meghaladta. Rettentesen sokan gyűltünk össze, úgyhogy én arra gondoltam idén is, hogy nem hagyhatjuk ki ezt a rendezvényt. A találkozóra ezúttal nem kell előzetesen regisztrálni, de a részvételi díjat ki kell fizetni, melyet jótékony célra ajánlanak a szervezők. Idén is kiválasztottunk egy egyesületet, a Noé Állatotthont. Lesznek egy pici belépő díja, egy minimális összeg 1500 forint fejenként, aminek a teljes összegét szeretnénk ennek az egyesületnek felajánlani. Ez pontosan szeptember 3-án vasárnap lesz, délután 2-től várjuk majd a kedves érdeklődőket, és azt javaslom mindenkinek, aki érdeklődik ezért az esemény iránt, hogy kövesse a Facebook oldalt, Tacsi Tali Győrben 2, így meg fog mindent találni, és mi folyamatosan meg fogjuk ott osztani az aktuális friss információkat, és nyereményjátékokkal is készülünk folyamatosan. A találkozó célja, hogy az apró négylábúak találkozhassanak társaikkal, ezúttal pedig állatorvosokkal is konzultálhatnak a résztvevő gazdik. Felvonulás idén is lesz, viszont szerettük volna egy picit ezt bővíteni, színesíteni. Díjazni fogjuk a legidősebb tacskót, és állatorvosokkal konzultálok éppen, őket szeretnénk meghívni a rendezvényre. Ennek az egésznek a tematikája a felelős állattartás lesz. Őket lehet majd kérdezni a kedves részvevőknek, és a szervező társam Lendvai Patrik velük fog majd egy élő beszélgetést folytatni, és idén is lesz egy nagyon jó tombola sorsolás, ahol tacsis cuccokat lehet majd nyerni. Úgyhogy szerintem érdemes ezt kilátogatni, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Bővebb információkat idén is a Tacsi Tali 2 Facebook oldalán találnak az érdeklődők.
Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.